Hát Dévi a súlyánál fogva is könnyebb, de időhiányában ezt most nem tudtam elhozni. Amúgy az érdekessége az annyi, hogy ez egy LG fejlesztő eszköz, és az LG régebben azzal spórolt, hogy gyorsabban tudja kiküldeni a fejlesztőknek a világban mindenhova a tévéit, mielőtt még azok megjelennének. A hardware az a részét, ami a futtatásért, megjelenítésért felelős, belerakta egy dobozba, szépen elküldte, egyetlen egy HDMI kimeneten tud csak képet adni, ezt akármire ráköthetett, például egy Samsung TV-re, és akkor utána az LG-t látsz, és akkor mit tudod fejleszteni. Így független attól, hogy éppen milyen technológiát fejlesztenek ők a háttérben, viszont az ő általuk fejlesztett Netcast rendszerét így tudod fejleszteni, tesztelni. De most már ők is sajnál áttértek emulátorra. Úgyhogy ez így egy kicsit nehézséget okozott. Akkor szépen visszamászunk a másik helyre. A cím az, hogy miért is vélet, a Fuse-ot miért is ezt használta. A Fuse-ot nem sokan ismerik, a Netflix-et már igen. A Fuse-ot a magyarországi Netflixnek szokták nevezni. Ez egy streaming szolgáltatás, amit már több éve fejlesztenek. Egy előző applikációval rendelkezett a Home System, ami Windows alapon működött. Viszont a technológiai fejlődés miatt áttértünk Smart TV-kre főleg, mivel óriási piaca van. Emellett névváltoztatás történt, ami lett a Fuse-o, és két éve már ezen az applikáción dolgozunk. A legelején megvizsgáltuk azt, hogy mivel lenne jó fejleszteni, és a két választási lehetőség alapjában újra a JavaScript és a Flash volt. Mint látható, a Flash-nél óriási problémákról ütköztünk azzal kapcsolatosan, hogy nem lehet könnyen több platformba fejleszteni. Viszont a JavaScript-nek nagy előnye van, hogy nem csak TV-ken lehet ilyen szemes alkalmazásokat futtatni, ráadásul könnyebben fejleszthető, könnyebben szabható át, könnyebben skálázható különböző felbontásokra. Ezt a Flash-nél nem nagyon lehet megcsinálni. Mit sikerült elérnünk ennyi idő alatt? Látható, hogy nem is olyan rövid ez a lista. Egyetlen egy engine-t fejlesztettünk, és ebben az engine-ben fejlesztjük az egész applikációt, ami óriási előnye, hogy egy ember, mint egy nap alatt lefejleszt benne egy egész működő képernyőt, és az összes platformon azonnal kiáttételhető. Ami hát így jóval gyorsabb, mint hogyha minden egyes platformon, minden egyes márkának az eszközék külön-külön megpróbálnak megcsinálni, vagy például Flash-ben nekik csak. Mire jó az a JavaScript-es engine? Hát a kitartó, hogy bármit meg tudsz csinálni, de tényleg. Viszont mik a buktatói a Smart TV-s fejlesztésnek? Az egyik legnagyobb buktatója maga a Smart TV, mivel lassú. Smart, viszont gyenge processzorok vannak bennünk, ami az egész applikáció tervezését és fejlesztését korlátok közé tudja szorítani. Azzal a problémával is meg kell küzdeni, hogy az emberek ők csak veszik a tévéket, csak annyit látnak, hogy ez egy 2012-es, 2013-as modell, viszont senki nem látja, hogy milyen hardware van benne, még mi sem. Úgy kell applikációt fejlesztened Smart TV-re, hogy nem tudod, hogy mi fut. Így jön például a lassúsággal kapcsolatosan egy problematika, látható, hogy 100 millisekundumos delay. Ez az ajánlata a Smart TV gyártóknak, ami azt jelenti, hogy egy TV nem tudsz folyamatos animációt csinálni. Tehát a 24 FPS sosem fog vezetni. A Flash Home Backup hiánya, nem gond, az is akadna, tehát mindent JavaScript-ben próbálsz megoldani. A jégverét és hasonló dolgokat elhagyjuk, mivel mind lassít az applikációt, tehát mindent szinte alap JavaScript-ben próbálunk megírni, hogy minél gyorsabban rakhassak. Érdekesség Smart TV fejlesztőnek, több mediafájt nem használhatsz egy applikáción belül, mivel csak egyet tudsz lejátszani, tehát egy klik hang, de akkor nem mehet semmi más a háttérben. Ha lejátszol egy zenét, nem indíthatsz el semmi más háttérben, mert akkor kinyírtad azt, ami játszotta le a zenét. Akkor, hát igen, felesleges módon a Smart TV gyártók erőteljesen utogatják ezt a vezérelünk hanggal, kézmozdulatokkal és a többi. Nem reális, fejleszteni idézőjelesen számunkra teljesen felesleges volt,
mivel este a tévé mellett ülve nagyon lassan tudod vezérelni azzal, hogy high tea. A kattintás az mindig gyorsabb. Többi hibát még megtaláljátok, és megtaláljátok. Túlságosan sok hiba van a problematika, amit a Smart TV fejlesztés során beleütközhettek. Úgyhogy mindig ez a legjobb módszer. Gyorsan befejezem. Az egyszerűbbtől bonyolultabb felé mi elkövettük azt a hibát, hogy volt egy dizájnunk, ami túl bonyolult volt a Smart TV-nek. Úgyhogy ha elkezdtek fejleszteni, akkor inkább egy egyszerűbbtől haladjatok a bonyolult felé. Merre tovább? Mi is ezen dolgozunk, egyszerűsítünk mindenen, hogy gyorsabbá tudják tenni, plusz próbáljuk javítani az egyik, hogy gyorsabb legyen. Mit hozhat a jövő? Mi is várunk egy jó platformra, ami mondjuk az Android lehet, emellett az LG-nek a új WebOS TV-je, vagy hogyha a híreket hallottátok, akkor például egy új nevű projekt mostanság indul. Úgyhogy mindent róla. Több százezer Smart TV lehet. Százezer? Igen, az összes gyártót összeadnak. Nem csak Smart TV, a listán, másik irány, itt a listán látszik az, hogy nem csak Smart TV-re tudunk ezzel az applikációval, vagy ezzel az engine-nel ugyanazt az applikációt egyből. Például a Sony PlayStation-nak is PlayStation 3 és 4-re egy hete aztán egy hete indult el az applikáció, már letölthető a sztoriukból. Ugyanaz az egy engine hajtja azt is. Meglepő módon ott is voltak problémáink. A PS3 sebességével a PS4 igazság nem, de hívottuk belőle abból is, amit lehetett. Androidon is futott az applikáció, de úgy döntöttünk, hogy túl lassú az Android-ja minket. Ráadásul az Android-nek nagyon sokat változott azóta. Úgyhogy ezen is módosítottuk. Tehát nem csak Smart TV-k a piaca egy ilyen engine-nek, hanem annál jóval több Blu-ray player-ek például, és a többi, és a többi. Igen? Mondtad, hogy JavaScript-ben fejlesztetek, de ez azt jelenti, hogy valójában ott több öngésző van. Igen, a Smart TV-k egy öngészős felületet biztosítanak a rampok építésához, a fejlesztéshez. Ezért óriási probléma a lassúság. A legnagyobb hátránya ezeknek a Smart TV-nek, hogy őrül lassan rajzolnak ki. Tehát, ha megváltoztasz a képernyőt, van olyan tévé, aminek az egy másodpercig tart ezt kirajzolni. Na most olyan van... Igen, csak mert akkor lehet, hogy meg is felszokott a ilyen különböző web engine-eket használnak, az egyik talán legjobb jelenleg az Opera-nak az engine, amit az Opera használ, az Opera TV. A 10, nem tudom megmondani, mert azt hiszem az. Most nem akarok hagyni igazánni volt, mivel főleg például a Sony TV-ket találkoztunk az Opera TV rendszerrel, viszont a Fuzonnak van egy premium szolgáltatása, ami egy fizetős streamelés, ami DRM-et követel meg, amit viszont az Opera TV nem tud. Ott külön szerződést kell kötni a TV gyártóval, hogy ahhoz a látszik is a Sony-nál, hogy cent van írva, az egy külön másik felületet a Sony TV-nek, és csak az tud bizonyos dolgokat. Úgyhogy nagyon sok trükk van ezekben a sajnálatos módon, hogy mi mit tud. Más kérdés esetleg? Ilyen? Milyen kapcsolatos ilyen eszközök, az Apple TV, a Chromecast, a Amazon Fire TV, néztetek ezeket, összehasonlítottátok el és említettek esetleg? Hát például a Chromecast az jóval később jelent meg, viszont több mindent, tehát Androidra is fejlesztünk, iOS-ra is fejlesztünk saját applikációkat. Igazából azért fejlesztjük ezeket, mert a
streaming szolgáltatás mellett a Fuso nem csak filmeket, hanem híreket is tud gyűjteni. Ezen kívül rengeteg free tartalommal érhető, és robotok gyűjtik őket, ezeket a dolgokat össze, és az egyszerű felhasználóknak, és bocsánat, nem a geekeknek készült, tehát idősebbeknek is sokkal könnyebb így tartalomhoz jutni, hogy elindít egy applikációt, mondjuk egy Smart TV-t, mert azt tudja kezelni az egyszerű távirányító segítségével, és így gyorsabban jutnak a tartalomhoz. Még ott lehet? Lehet valamit egy kérdés? Az, hogy mi volt a tapasztalatok, hogy mennyire bevetelek a szabványokat, a VR-hoz és szabványokat, különböző tévét? Nagyjából most már jó helyzet. A régebbi tévéken még csak CSS 2.1 környékén jártak, annak is elég hiányosan. Az újabbak a CSS 3 legnagyobb részét támogatják, de nem tudod igazán kihasználni, mert például az animációt nem így az CSS-ben sem, mert már az valószínűleg akadni fog. Tehát annyira le kell a dizájnt csupaszítanod, hogy minél gyorsabban tudja, egyszerűbben tudja kirajzolni. Itt megint visszatérek a 100 millisekundos ajánlott késleltetésre, hogyha a tévé 100 millisekundonként tud reagálni arra, hogy te kiadsz egy parancsot, akkor ha egy animációt adsz ki, akkor ha a 100 millisekundonként fut, akkor az már akad, ha te menet közben kiadsz még egy parancsot valamit, még egy kirajzolás, vagy akármi, akkor még beakad. Tehát ha kiadsz már két rajzolást, akkor még jobban beakad. Minél több feladatot akarsz egyszerre végrehajtani, annál jobban fog akadni az applikáció. Úgyhogy ez egy elég nagy probléma, hogy a tervezed az applikáció működését ahhoz, hogy ezt ne akadjon, mert mindig azt fogod visszakapni a felhasználóktól, hogy akad az applikációt, mert találnak olyan applikációt a tévén, ami nem akad, mert annyira egyszerű. Igen? Van egy kérdés, hogy nincs tévé, hogy nem tudom, a Smart TV-re, de vagy van egy PS4-en, és egy PS4-en, mit csinál, tévé, szóval... Hát, hogy a Fuso mit csinál? Igen, tehát, hogy mi az, amit egy PS4-en tudok, és azt mondja, hogy megvajta, és nem a PS4 egy érdekes platform volt számunkra is. Igazából itt a streamelés jelenleg piacán egy ilyen több, nem is olyan sok cég fejleszt, viszont jelenleg csak a Fuso az, aki elérhető. Ebből a szempontból úgy tudjuk, hogy mi vagyunk a legtöbb platformon Magyarországon. Jelenleg például a PlayStation-nek már a teljes jelenlegi verzió érhető el, ami mind a free, mind a premium szolgáltatásokat tartalmazza. Kivétel PlayStation zenelejátszásra nincs lehetőség. Tehát a, például, hogy mennyire implementálnak a... Nem értem, a PlayStation Store-on megtalálható a Fuso, ami a tévés applikáció, videós applikációk alá kerülve, tehát nem a játékok alá kerülve. Úgyhogy sajátos módon a zenelejátszó részünket azt a PlayStation-ből ki kellett hagyni. Igen? Most lehet, hogy nem A Fuso az egy tartalom szolgáltató. Mi gyűjtjük a tartalmakat, és főleg videótartalmakat, de hírtartalmakat is, és ezeket csoportba gyűjtve, csoportosítva juttatjuk el a felhasználóinkhoz. Például rendelkezik a rendszer egy ajánlórendszerrel, tehát hogyha bizonyos típusú tartalmakat fogyasztasz adott időn belül, akkor megpróbál a rendszer neked már ajánlani tartalmakat, tehát minél gyorsabban jusson ezeket a tudatok is vannak. De persze, tehát a premium szolgáltatás között például megtalálható a Disney csatorna, az ABC-nek sorozatai, akkor Miramax sorozatok, mozifilmek, egyéb különböző rövid filmek, tehát elég nagy a tárház, tehát érdemes megtalálni. Bocsánat, nem hallom. Tartalmat, azt kiadják, hogy kapcsolatot, hogy tartalmat szolgáltatok.
A prémium tartalmakat mi magunk szolgáltatjuk, tehát a jogtulajdonosokkal mi magunk állunk szerződésben, és azokat mi állítjuk elő, hogy szervereink szolgáltatják. A free tartalmakat különböző partnerektől gyűjtjük be, tehát ezeket a robotok gyűjtik. Különböző helyeken a webben nagy eldugva megtalálható ezek a tartalmak általában, de így együtt máshol nem. És itt igazából főleg arról van szó, hogy mivel Smart TV-n ott van, és csak egyetlen egy applikációt kell elindítanod, és videótartalmakhoz jutsz, ezt ugyanígy Smart TV-n nem tudod megtenni. Tehát ott böngészőben keresgélni, és onnan videót futtatni, ezt nem nagyon lehet.